Köszönöm szépen a szót. Jó napot kívánok. Szeretettel köszöntök mindenkit a belügyminisztérium és a belügyminisztérium vezetése nevében. Előadásom egy kicsit kinyúlik az Európai Unió határain kívülre. Egy kicsi történelmi áttekintést is jelent. Nagy kérdés az, hogy a népvándorlás gyakorlatilag mit jelent, és mikor alakult ki. Az emberiséggel egy időben megalakult a népvándorlás, mindig egy folyamatos folyamat volt. A kérdés általában csak a mértékéről szól. Mekkora volt ez a népvándorlás, milyen mértékű volt, milyen irányba hatott. Általában mik befolyásolják egy ilyen népvándorlást? Hát mindenek előtt ugye a háborús helyzetek, amelyek elküldöznek esetenként egy-egy népcsoportot, egy-egy területről azokat az embereket, akik korábban ott éltek. A másik ilyen jellegű népvándorlást előidéző feltétel a mi értékítéletünk szerint, amely csoportos vagy egyéni üldöztetésből ered. Ez lehet vallási eredetű, lehet különféle más eredetre visszavezethető, de a lényeg az, hogy valamilyen szempont alapján népcsoportot egy egyén elkezd valamelyik állam, főhatóság, vagy valamelyik fegyveres szervezet üldözni. És van a harmadik rész, amelyik erősen befolyásolja ezeket a népvándorlásokat, ez nem más, mint egy adott területnek a gazdasági helyzete. A gazdasági helyzete, amelyik vagy vonza egy területre az embereket, vagy egy területről taszítja az embereket, és ennek megfelelően alakul ki egy pulzálás, egy vándorlás. Amit felvetettem, gyakorlatilag a háború okozta, a harcok okozta a kérdésekre, ugye megadtuk már nemzetközileg a választ, hisz van egy Genfi egyezmény, van egy menekültügyi európai kárta, amely kárta meghatogalmazza azt, hogy aki háborús területről jön, milyen jogokkal érkezik egy Európai Uniós országba, milyen jogokkal van lehetősége érvényesíteni, és milyen kötelezettségei vannak az Európai Uniós országnak az ilyen háborús területről érkező menekült részére. A másik kérdés az, hogy csoportos vagy egyéni üldöztetésnek van-e kitéve az ember, ez már egy másik kérdés. Ez nincs teljesen leszabályozva, ez mindig csoportonként vagy egyénenként kell vizsgálni, hogy valóban üldöztetésnek volt kitéve, ezt az államok egyenként teszik meg államigazgatási szerveik révén, mérik, és itt különféle iránymutatások vannak. Ez már országonként más, nincs rá nemzetközi szabály, nem csak a világ összes országát figyelembe véve, hanem még az Európai Unió országain belül sem. Nincs meghatározva az, hogy ki az, aki egyik ország elismert üldözlőknek, az a csoport, vagy az a személy, a másik országnak. Tehát nincs ilyen jogszabályunk, nincs ilyen kötöttségünk, egyenként határozzák meg az államok ezt. És a harmadik terület ugye a gazdasági népvándorlás. Ez a gazdasági népvándorlás, ugye ez két nagy részre osztódik, az egyik a legális migrációhoz kötődik, a másik az illegális migrációhoz kötődik. Hogy mi a legális és mi az illegális migráció, ezt általában a fogadó ország dönti el. Hogy ő befogadja azt a gazdasági menekültet valamilyen elvi okoknál, vagy pedig nem, és ezt jogszabályilag tiltja vagy támogatja. Itt a fogadó ország milyen elveket mérlegel általában? Hát van neki egy jogrendje, a jogrendjében hogy illeszthető bele a jelentkező néptömeg, vagy egyén, vagy csoport, és ehhez a jogrendnek a kialakításához nagyon lényeges az, hogy milyen gazdasági háttér van, és milyen gazdasági elvárás van a beáramló, népvándorló csoporttal szemben. Ugye a gazdasági érdekek általában azok, hogy a felső
tudományos szintekkel rendelkezett mindenki azonnal befogadja, sőt, csalogatja az országába. Azokat, akik analfabéták és munkaerejükre nincs szükség abban az országban, azokat általában nem, vagy erős korlátozásokkal. A jelentősen befolyásolja még, hogy kiket fogadnak be és milyen elvek alapján az adott országnak a népességpolitikája. Ezek a népességpolitikák még az Európai Unión belül is változóak, más elképzelései vannak Svédországnak ebben a tekintetben, más elképzelései vannak Görögországnak, Portugáliának, sok esetben természetesen Magyarországnak is. Az országok általában egyszerre gyakorolják azt, hogy befogadnak, és egyszerre azt, hogy tiltanak és elutasítanak bevándorlókat. Ez legjobban talán az Egyesült Államoknál mutatkozik, hisz egyik oldalról egyik legnagyobb befogadó ország a világon, a népvándorlás egyik befogadója. A világ minden részéről fogad be különféle szintű tudással lévő embereket, különféle háttérrel rendelkező embereket. Ugyanakkor egy meghatározott jogot, aki nem fogadja el az ő bevándorlás politikát, azt meg tilt és elszáll. Ha jól nézzük, ugye a leghosszabb ilyen védmű az Egyesült Államokban van, Egyesült Államoknak és a mexikói határon, ahol egy állandó védművet épített ki, amelynek van egy fizikai védelme a bevándorlókkal ellen, és van egy jogi védelme is, hisz aki ezt a jogot megsérti, ugye azzal szemben eljár. De ugyanígy mondhatnám Ausztráliát is, Ausztrália is az egyik legnagyobb befogadó a világon, meghatározott területről, meghatározott elvek alapján. Ugyanakkor azt mondja, aki az ő befogadási elveit megsérti, azt köszönni szépen nem kell. Ennek megfelelően ugye a tengeri bevándorlást azt úgy akadályozza, hogy csak a hajókat küld a vizeire, és nem engedi be a vízen érkező bevándorlókat Ausztrália területére, Ausztrália területén kívül helyezi el és fogadja el. Tehát úgy gondolom, hogy míg a háború és az üldöztetés megfeldolására van egységes jogi elképzelése a világnak, addig a gazdasági bevándorlással kapcsolatban nincs. Itt jelentős szempontok, különbségek vannak, milyen munkaerőhiány vannak a területen, milyen a munkanélküliség aránya, milyen a népességpolitika, mennyire öregszik a társadalom, és mennyire kell neki új munkaerő. És természetesen van még egy külön egyéni kérdés is a különféle országoknál. Például, akik gyarmati múlttal rendelkeznek, másképpen állnak hozzá az adott gyarmati területről érkezőkről, mint általában a többi területről jövőkről. Tehát ezek együttes mérlegelése szükséges. Ugyanakkor, hogy a mostani helyzetet megnézzük, nézzük meg, hogy a Európai Unió felé jövő nyomások miből eredtek. Van-e háborús helyzet? Igen, egy jelentős háborús helyzet alakul ki. Ugye polgárháborúk vannak Irakban, Szíriában, egy arab tavasz átsöpört Észak-Afrikán, itt a Tunézián, Líbián, Egyiptomon keresztül. Ugye ezek a háborús helyzetek valódi menekültügyi helyzetet hoztak létre. Itt egyértelmű Európai Unió álláspontja is, egyértelmű Magyarország álláspontja is, hogy erről a háborús területről érkezőket, akik a háborúnak valamilyen elszenvedői voltak, azt be kell fogadni, menekültként kell kezelni, és mint menekültnek az európai kártában, a menekültügyi kártában foglaltaknak megfelelően kell őket kezelni. Tehát ez nem kérdéses a számunkra. De azzal, hogy ez a helyzet, polgárháborús helyzet kialakult, ezzel a menekültügyi létszámot is meg kell, hogy nézzük. Szír területekről, Törökországban, török belügyminiszter tájékoztatása szerint több mint 2 millióan vannak. Jordániában állítólag több mint 1 millióan vannak háborús menekültek. Libanon területén, a libanoni belügyminiszter járt nálam, és elmondta, hogy csak 100 000 általános iskolás
képeznek Libanon területén a menekültek közül. Nem tudja megmondani egészen pontosan, hogy szír területekről mennyi az a háborús menekült, akit jelen pillanatban ellát Libanon. És természetesen ezek a számok még tetőződnek észak-afrikai menekült területekkel. Tehát, ha csak Észak-Afrikát nézzük, a magyar TASZ-nak a értelmezése szerint több mint 7 millió az az ember, aki Európai Unió irányába mozog Észak-Afrika területéről, a háborús övezetből, nem tudva azt, hogy a háborús övezetnek a sértettjei, elszenvedői, vagy arra a területre már valamilyen gazdasági migránsként érkező személyekről van szó. Tehát ezek a hatások egyszerre érvényesültek, és erre a hatásra még rájön természetesen egy olyan jellegű támadás, ami embercsoportokra vagy egyéneknek az üldöztetésére alapul. Embercsoportoknak az üldöztetése, hogyha megnézzük ugye a Boko Haramnak, az Al-Qaidának, az Iszlám Dzsihádnak a tevékenységét, jól látható, hogy ott embercsoportoknak a kiirtásáról van szó, sok esetben megtámadásról van szó, akik akár vallásai miatt, akár más gondolkodása miatt üldözött a csoport. Tehát amit felvetettem a legelején, hogy van egy háborús helyzet, van, igen, van egy menekült hullám, van egy üldöztetési helyzet ebben a térségben, ami üldöztetési helyzet népcsoportokat, csoportokat és egyéneket is üldöz, és van egy gazdasági menekült hullám ugyanerről a területről. Tehát amik a népvándorlásokat a mi szempontjaink szerint előidézik, mind a három egyszerre megjelent ebben a térségben. Ez a három megjelenés okozza azt, hogy egy óriási nyomás nehezedik az Európai Unióra, az Európai Unió külső határaira. Ezt az Európai Unió először csak a mediterrán térségben érzékelte, hisz ott tragédiákhoz vezetett, emberek haltak meg azért, mert olyan eszközökkel indultak útra, amelyik a tartós viharokat, vagy egyéb, még a sima tengert is sok esetben nehezen tudták elviselni. Ugye valamennyien emlékszünk, hogy van olyan hajó, amely egyszerre 5-600 ember életet követel ezek közül, menekültek közül. Erre a reagálása az Uniónak természetes volt, hogy felsorakoztatta azokat az eszközöket, amely kimenti ezeket az embereket. A menekült területén ez természetes és a lehető legjobb intézkedés. Ugyanakkor az illegális migrációt nézzük, a gazdasági menekülést nézzük, akkor az embercsempészeknek egy bizonyos támogatottságát jelenti. Hisz az embercsempészek fölveszik a megrendelést, fölveszik a pénzt, útjának indítják az embereket, és elég, ha csak szólnak a parti őrségnek, hogy itt van egy ilyen-amolyan hajó, ilyen-amolyan menekültekkel, és majd mi kimentjük őket, és behozzuk Európa területére. És ellátjuk őket. A kérdés az az, hogy ezt a későbbiekben hogyan és milyen módon kell megoldani. Egyértelmű a számunkra, hogy az emberi élet megmentése mindenek előtt. Tehát ez az alapkérdés. A kérdés utána az, hogy az Európai Unió határaira belül érkező gazdasági menekülteknek mi legyen a későbbi sorsa a mi megítélésünk szerint. A szárazföldi területen hogyan védekezett Európa? A szárazföldi területeken a védekezést ugye legelőször a görög-török határon kezdte meg, egy ugyanolyan védműnek, állandó védműnek a kiépítésével, mint azt az Egyesült Államok tette a mexikói határon. A 201 km hosszú határból 10 km az, amelyik megépült ebből, és jelen pillanatban még vár a megépülésre a hátralévő terület, amelyek vagy megépül, vagy nem. A másik ilyen fizikai akadályként ugye Bulgária jelentkezett, aki kapitán Andrejovónál elkezdett egy határszakaszt építését, sőt, mi több, ezt a SEVÁL, az Európai Unió bizonyos mértékig meg is követelte ahhoz, hogy Schengeni tag lehessen. És ezt a fizikai akadályt most építik, és tovább akarja építeni, mert nem tudja élő erővel megakadályozni az átjutását a illegális migrációnak, vagy magyarul a gazdaság menekülőnek. Na most ezek a dolgok hogy hatnak Magyarországra? Magyarországon ugye a balkáni útvonalon érkeznek az emberek,
de hangsúlyozni szeretném, hogy mintán Törökországon keresztül jönnek, első belépés pontjuk Görögország vagy Bulgária. Tehát nem mi vagyunk a befogadó első pont. Mégis, ha ránézünk a statisztikára, azt látjuk, hogy Magyarország jelenik meg a első európai országként ezeknél menekültek jelentős részén. És hogy lehet az, hogy ezen az útvonalon érkező Magyarország a tegnapi napig 62 ezeret regisztrált, vette el az újnyomatát és fényképezte le, míg a elsődleges országokban nyilvánvalóan beléptek Görögországnál, ez lényegesen kisebb szám, és ezek a 62 ezer ember ott nem jelenik meg. Tehát nagy valószínűséggel a regisztrációjuk, amelyen előír a Dublini szerződés, valamilyen módon nincs végrehajtva. Vagy azért, mert ügyesen elkerülik a hatóságokat, mind a 62 ezeren, vagy azért, mert a hatóságok nem teljes összhangban és eredményesen végzik ezt a munkát. Fölmerül az a kérdés, hogy Magyarországon a későbbiekben hogyan lehet ezt szabályozni. A tegnapi napon egy éjszaka 1314 embert fogtak el a határőreink, és a regisztráció megtörtént. Az Eurodac rendszerben nem találunk ezek közül senkit. És a jelentős része jött Afganisztánból, jelentős része jött Pakisztánból, jelentős része a még a szír területeket, a harci területeket megelőző területekről érkezett. Hajót nem vett igénybe, repülőt nem vett igénybe, mégis ide jut. Ha ránézünk a térképre, nem lehetséges, hogy a dél-balkáni útvonalon úgy jöjjön át, hogy Európai Uniós tagországot ne érintsen. Mégis mi vagyunk az első regisztráló ország. Mindezt figyelemben véve azt gondoltuk, hogy ha mi is külső határt védünk, Európai Unió külső határát, mi is egy védrendszert kezdünk el esetlegesen kifejleszteni. Mi ideglenes védrendszerre gondolkodunk, ennek az ideglenes védrendszernek a felállításában, hogy megfelelő módon tudjuk szabályozni a Magyarországra érkezőket. Tegnapi napon a érkezők ráadásul egy agresszív csoport volt, amelyek a továbbhaladásuk érdekében erőszakot akartak kifejteni. Jelentős rendőri jelenlét szükséges ahhoz, hogy ezt a csoportot higgadságra intsük és higgadtan tartsuk. Mert az Unió elvárja tőlünk, hogy ezeket az embereket azért lehetőleg egy mindenféleképpen adminisztráljuk le, fényképezzük le, újnyomatoljuk le, az Eurodac rendszerbe ezt vezessük be, és lehetőleg ne engedjük tovább. Mert ha tovább engedjük, megjelennek másnak Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Svédországban, kinek mi a tervezett úti célja. Ugyanakkor ezt korábban mi úgy oldottuk meg, hogy ezeket az embereket, amik a menekültügyi eljárás lefolytatásra került, őrizetbe vettük, elzárva tartottuk, és a menekültügyi eljárás lefolytatásának az ideje alatt nem mozoghattak szabadon Magyarország területén. Kötelességszegési eljárás indult meg Magyarország ellen, azért, mert azt mondták, hogy míg el nem bíráljuk, hogy menekültek, nem lehet senkit fogva tartani. Tehát most kettős elvárás van velünk szemben, a kettős elvárás az, hogy folytassuk le a menekültügyi eljárást, őrizetbe ne vegyük, és akadályozunk meg, hogy Nyugat-Európában ne jelenjenek meg. Hát ez az elvárást azért el kell mondjam, hogy elég nehéz teljesíteni. A másik ilyen jellegű elvárás ugye az, hogy van a Dublin 3, amely kimondja, hogy az első belépési helynek vissza kell fogadnia azt a személyt, aki illegális migránsként érkezett és Európai Unió területére jött. Ugye nem folytathatjuk le a menekültügyi eljárást az Eurodac rendszerben. Hol szerepelnek belépéspontként Európai Unióban? Magyarországon nem, mi megfogjuk. Mi a 97%-át megfogjuk, aki a határainkat átlépi. Jó a határvédelmi rendszerünk, ezt köszönjük az Uniónak, hisz a Frontex és az Unió külső határvédelmi rendszere az a hőkamerákat adta, a gépjárműveket adta, tehát a technikai felszerelést biztosította jelentő
Na most a Dublini egyezmény, a Dublini 3 alapján ugye vissza kell vennünk azokat, akik elmentek. Hogy néz ez ki a gyakorlatban jelen pillanatban? A gyakorlatban úgy néz ki, hogy 62 ezeren jöttek a déli határainkon, akiket mi nem vettük rövizetnek, megkezdtük a menekültügyi eljárást, és valamilyen módon átmentek más nyugat-európai országba, és a nyugat-európai országok jelen pillanatban 15.600 kezdeményezést kezdtek meg annak érdekében, hogy akik illegális módon átjutottak hozzájuk, hogy azokat visszaadja a Dublini egyezmény alapján Magyarországnak. Én nekem erről egy ilyen régi varázslós gyerek történet jut az eszembe, amikor a varázsló előtt ott vannak az emberek, és mindenki kér valamit a varázslótól. És hát az egyik azt mondja, hogy hát én olyan csúnya, hogy szép szeretnék lenni, olyan szegény, hogy gazdag szeretnék, és a varázsló jó van, te szép leszel, te gazdag leszel, és utoljára odaér a sánta. És a varázsló már mondja az egészet, és a sánta mondja, hogy hát én is szeretnék valamit. Ránéz a varázsló, hogy jó van, sánta, itt egy puk. Tehát ennek megoldásaként egyik oldalról, ugye 62 ezer embert kezelünk a déli határokról, és most 15.600 ember vár arra, hogy visszavegyük nyugat-európai országaiba. Hát erősen sántának érezzük magunkat ebben a helyzetben, mert ezt a két dolgot kezelni kell, ugye a 62 ezer, meg a 15 ezeret, hogyha osszadjuk, ekkor már 77 ezernél tartunk, hogy Magyarországon valamilyen módon kezelni kell. Tehát úgy gondolom, Magyarország a kötelezettségeit teljesíteni fogja. De ugyanakkor a határ védelmét megfelelő módon, ideglenes jelleggel meg kell erősítenünk, hogy ezt a kettős nyomás alól valamilyen módon kiszabaduljunk. A Európai Unió javaslatai természetesen mi magunkévá tesszük, elfogadjuk és támogatjuk. Tehát minden féleképpen támogatjuk azonokat az azonnali intézkedéseket, amelyeket az Unió elvár és bevezet. Tehát az életek mentése, függetlenül a tengeren vagy Magyarországot, ne felejtsük el, hogy ezzel a létszámhoz hozzákötődött 6500 személynek az orvosi ellátása Magyarországon. Hisz nagyon sokan betegen érkeznek, itt volt Magyarországon éccestől, TBC-stől kezdve már nagyon sok tartós betegben lévő, de az legegyszerűbb betegségek, amelyek a hühességhez, az ellátatlansághoz kötődnek, amely gyomor és egyéb betegségeket jelentenek, ezek mind megjelennek. 6500 embert láttunk el orvosira ezekben a táborokban, és próbáltuk meg az egészségi állapotot visszaállítani. Tehát az életek mentése mindenféleképpen nem csak a tengereken, hanem egyéb módon is. Az embercsempész hálózatoknak a felderítése. Ebben is egy összefogás van, amely összefogásnak részese Ausztria, részese Szerbia, részese Magyarország, és részese az Európol. Együtt működve több mint 600 ember csempész csapatot sikerült felderítenünk. Hozzá kell tenyem, hogy miután ez egy óriási anyagi és gazdasági előnyt jelentett a nyugat-balkáni, dél-balkáni területeken, ahol a éves jövedelmüknek a sokszorosát tudják megkeresni egy-egy csoportnak az Unióba való bejuttatásával, ha az egyik csoportot felszámoljuk, akkor a másik a helyi felé. És jó, hogyha már gyerekmesénél tartunk, nem a hétfejű sárkánnyal találkozunk, hogy egyik fejét levágjuk, és 14 nő helyébe. Tehát ennek megfelelően itt egy rendkívül erős bűnügyi felderítés is van. Elfogadjuk a visszatelepítését ezeknek az embereknek, készek vagyunk, Frontex-el együttműködünk ember, hogy azokat az országokban illegális menekült jön, oda visszatelepítjük. És akkor természetes van a áttelepítés kérdése. Mi azt kértük, hogy ez ne legyen kötelező jellegű, ez önkéntes jellegű legyen, készek vagyunk ebbe is részt venni, de azért gondoljuk végig, hogy míg Magyarországra 62 ezeren érkeztek ebbe az évben, és 10 millióan vagyunk, és a GDP-nk nem veri az egeket, addig az eddigi számok alapján Franciaországban 40 ezeren, Olaszországban szintén 40 ezeren érkeztek, ahol az egyik egy 60 milliós, a másik egy 65 milliós népcsoport, és a GDP-jüket nem lehet összehasonlítani Magyarország GDP-jével. Tehát úgy gondolom, hogy az egyéni terhek azok
rendkívül nagyok. Készek vagyunk ebbe részt venni, de kérem, hogy vegyük figyelembe azt, hogy 62 ezeren jöttek Magyarországra, 15 ezeren várnak arra, hogy visszavegyük őket, nézzük meg, hogy 10 millióan vagyunk, és nem vagyunk Európa sajnálatos módon leggazdagabb országa. Tehát mindezt figyelembe véve kell nekünk ebbe állásfoglalni. Mi partnerek vagyunk a migráció kezelésében, együtt kezeljük a Ausztriával, Németországgal, Magyarországgal, a Szerbiával még. Ennek megfelelően segítséget kapunk a határok védelmébe Ausztriától, szerb-magyar határa szerb oldalon, ahol a Johanna Mikleiter belügyminiszter asszony támogatásával folyamatosan 40 határőr jelenik meg szerb határőrökkel közös járvődésben. Thomas de Maizière német belügyminiszter úr 80 rendőrtisztet ígért ugyanerre a feladatra. De mi is kész vagyunk a közös járvődésre a szerbekkel, de mi már nem csak a szerb-magyar határ védelmét szeretnénk, hanem a szerb-macedon határ védelmét is. Ennek megfelelően egy előretolt egységet vezetünk ki, amelyet a szervek fogadnak, ami technikai eszközt jelent, éjjellátó készülékeket, radarkészülékeket és a hozzá való személyzetet is, amely kezeli ezeket a rendszereket, hogy szűrjük és próbáljuk már meg Európai Uniós határaitól távolabb megoldani ezt a kérdést. A migráció hatékonyabb kezelésének a 4 pillére ugye csökkenteni az illegális migrációs ösztönző okokat. Az ösztönző okok, ugye van egy folyamatos pull hatás, egy vonzó hatás, hisz aki elindul és Európai Unió beér, az már a családja szemében sikeres embernek számít, és folyamatában itt marad. Ezt valamilyen módon csökkenteni kell, ezt, hogy milyen eszközökkel kell elérni, ugye erre van az a német-francia közös belügyminiszteri levél, ami a hotspotoknak a felállítását jelenti. Tehát az a célkitűzés, az unió határain kívül próbáljuk meg ezt a menekültáborokat létrehozni, ott bíráljuk el, hogy ki a menekült, ki az illegális migráns, és ennek az elbírálás eredményeképpen, aki menekült, a soron kívül fogadja be az unió, hozza el onnan, aki illegális migráns, abból meg a különféle országok lehetőségük legyen befogadni. Ne kötelező legyen, lehetőségük legyen befogadni, hogyha a népességpolitikája, a gazdasági helyzete vagy egyéb, ezt igényli. A határigazgatásnak a kérdéseiben is egyetértünk teljesen. A erős közös menekültügyi politika kialakítását szintén támogatjuk és szeretnénk, és a legális migrációval vonatkozó új politika kialakítását. A legális migráció az unión belül nem egy új kérdés. 2011-ben, amikor Magyarország adta az Európai Unió elnökségét, akkor is az egyik nagy kérdés volt, hogy ki az, akit az unió be szeretne fogadni állandó jelleggel, ezt határozzuk meg közösen, és akit ideiglenes jelleggel az idény munkások tekintetében. Nem tudtunk, úgy azt gondoltuk, hogy ez egy könnyű feladat. Nagyon nehéz, az idény munkásokat van, aki csak a turista szezon idejére akarja fogadni. De mi a turista szezon? Ugye Spanyolországban nyár, Svájcban tél. A Olaszországban nyár, Ausztriában inkább a tél. Ezt nehéz összehangolni. Ugyanakkor a másik ilyen jellegű kérdés, idény munka egy építkezésnek is a munkája. Na jó, de egy építkezés eltart 2-3 évig. Idény munkát úgy meghatározni, hogy 2-3 évig legyen, nagyon nehéz. Tehát ebben jelen pillanatban nincs egység, és ez évek óta folyik ennek a kezelése. Mi a magyar álláspont? Mi azt szeretnénk, hogy minél gyorsabban a jogi megoldások egyértelműen.